Nagyon szépen köszönöm. Én is nagy tisztelettel köszöntöm a sajtón megjelent képviselőit. Előjáróban annyit szeretnék mondani, és egyben jelezni is önök felé, hogy jelen pillanatban három olyan projektnek a sajtótájékoztatóját tartjuk, amelyre már megvan a támogatási szerződés, de tervbe vettük azt is, hogy az elkövetkezendő egy hónapban más egyéb nyertes projektjeinkről is szeretnénk majd a közvéleményt tájékoztatni, majd küldeni fogjuk majd a meghívót ezekre a sajtó eseményekre. Ahogy említettem, három programról szeretnénk sajtótájékoztatót tartani. Ebből az egyik legjelentősebb a Balaton felvidéki kultúrtáj világörökség várományos helyszín turisztika célú fejlesztése című projekt, amit én az elkövetkezendő percek csak világörökségi projektnek fogok majd apostrofálni, hogy egyszerűbben haladjunk tovább. Ez egy nagyszobású program, hiszen itt konzorciumban több település a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együtt pályázott erre a programra. Itt a Balaton Integrációs KHT a konzorcium vezető, és itt Balatonfüred, Szigliget, Badacsony-Tomaj, Hévíz, Keszthely érintett ebben a programban. Tihany, a Bencés apátság jóvoltából is érintett ebben a programban, valamint az önkormányzatot a Tihany Fejlesztési Program Iroda Nonprofit Kft. Képviseli ebben a fejlesztési eseményben. A közel 3 milliárd forintot nyert ez a pályázat. A projekt általános turisztikai tartalmáról nem szeretnék most bővebben beszélni, mert ez benne van az írott anyagban, amelyet már átadtunk az önök részére. Viszont azt szeretném kiemelni, hogy Tihany önkormányzata ebből a közel 3 milliárdos projektből, de egy nettó 577 millió forintos projekt összeget nyert el, és én inkább arról szeretnék beszélni, hogy mi az a három fő terület, amelyre elkölthetjük ezt a forrást. Azt is szeretném kiemelni, hogy ez a világörökségi projekt tulajdonképpen a 2010-ben elkezdődött Tihanyi Legenda projektnek a folytatása. Hiszen annak idején egy közel 1 milliárdos projektet tettünk le az asztalra, amely sajnos forráshiány miatt teljes egészében nem tudott megvalósulni. Ebből a programból akkor kikerült a Csokonai Liget, a Függőkertek, az apátság előtti lépcső, az Ekhódomb és a Művelődési Háznak a felújítása. És most ennek a programnak köszönhetően, ha nem is teljes egészében, de részben be tudjuk venni a magtár felújítását, az Ekhódombnak a megújítását, valamint az apátság előtti közterületnek, pontosabban az apátság fogadó épülete előtti közterületnek a megújítását. A művelődési házból egy turisztikai fogadóépületet szeretnénk létrehozni. Ezt már egyébként korábban is elmondtuk a helyi újságban, révén, de én úgy gondolom, hogy fontos, hogy minél többet beszéljünk erről, már csak azért is, mert egyrészt pozitív hír, másrészt pedig ennek a lebonyolítása, ennek a nagyszabású programnak azért nagyon sok időt fog igénybe venni. Mi szeptember-októberben tervezzük a világörökségi projekteknek az elindítását, tehát az idegenforgalmi szezont végeztével. A magtárból, ahogy említettem, egy olyan turisztikai fogadóépületet szeretnénk létrehozni, ahova oda költöztetnénk a Turinform irodát, tehát egy információs központ is lenne egybe. A turisták ellátására, a vendégek ellátására egy kávézó is, egy cukrászda is létesülne ebben a létesítményben, valamint olyan interaktív kiállítási program valósul meg, amely bemutatja a település történelmét, turisztikai attrakciót és természeti nevezetességeit is. Természetesen a kiállítási anyagnak a tematikája úgy lett megszerkesztve, hogy az ne konkuráljon se az apátságnak a kiállítási anyagával, se pedig a Nemzeti Park Levendula Látogató Központjának a kiállítási anyagával. Ahogy említettem, a programnak egy kisebb eleme a Portapácis előtti közterület, murvás területnek a díszburkolattal való ellátása, hiszen az apátság főbejárata előtti rész már díszburkolatot kapott az elmúlt 15 évben, és a Piski sétány, amely a Legenda projekt kapcsán már díszburkolatot kapott, ez a két helyszín még nincs fizikálisan összekötve burkolattal, tehát ennek a programnak köszönhetően ez is megvalósul. És az Ekhódomb, az, amely egy nagyon fontos helyszíne még
ennek a programnak. Itt egy teljesen új nyilvános WC fog épülni a turisták kiszolgálására, egy turisztikai információs ponttal fog ez még kiegészülni, valamint egy történelmi játszóteret szeretnénk létrehozni a nagycsaládosok számára. Egy családbarát fogadó területet szeretnénk ezen a területen kialakítani, valamint a zöld felületek tudnak megújulni ennek a projektnek a költségvetéséből. Viszont azt is szeretném kiemelni, hogy a járófelületek, a díszburkolatok nem tudnak ebből a világörökségi forrásból megépülni. Ehhez viszont nyertünk egy olyan toppos programot, amely egyébként szintén ennek a sajtótájékoztatónak a része, hiszen nyertünk közel 180 millió forintot egy belterületi úthálózatfejlesztési program keretében a Veszprém megyei toppos keretből, amelyből egy 40 millió forintot ide csoportosítunk az Ekhodomb útburkolat javítására, a parkoló fejlesztésére és a járdáknak a kialakítására. Tehát ebből is látszik, hogy amikor egy projektet fejleszt egy önkormányzat, nagyon fontos, hogy több pályázati lehetőséget is próbáljon meg összevonni annak érdekében, hogy a céljait el tudja érni. De visszatérve a megyei közlekedés fejlesztési pályázatra, erre a 180 millió forintra, a nagy részeit egyébként a Major utca felújítása fogja majd takarni. Itt egyrészt a parkolók útburkolatainak a felújítása, új parkolóknak a létrehozása, valamint a Major utca részleges aszfaltozása. Ennek a programnak lesz része még a Kossuth Lajos utca több pontján gyalogos átkelőhelyeknek a kialakítása, a meglévők felújítása és új gyalogos átkelőhelyeknek a létrehozása, valamint egy nagyon fontos elem volt még a kerékpáros turizmus fejlesztése terén, hogy a Major utcába, a Kossuth Lajos utcába lesznek kerékpáros útvonaljelek is feltfestve, hogy ez a program teljes egészében teljesülni tudjon. Nagyon fontos kiemelnem a GINOPOS, tehát a világörökségi projekt és a TOPOS projektek között, hogy milyen különbség van. Hiszen a GINOPOS program keretében már jogerős építési engedéllyel kellett pályázni, azok rendelkezésre is állnak. Most már az a projektfejlesztési feladat van előttünk, hogy a kiviteli tervek készüljenek el. A topos projektek esetében pedig minden esetben a projektgazdák koncepciótervekkel pályáztak, és a koncepciótervek alapján döntött az irányító hatóság és a megyei közgyűlés. Sok esetben, például a Major utca esetében is, még most kell megcsinálni az építési engedélyterv dokumentációt és majd a kiviteli terv dokumentációt, de vannak olyan projektelemrészek, ahol nem kell építési engedélyt kérni, de akkor is kell egy úgynevezett tender dokumentációt készíteni, hogy a közbeszerzési eljárásokat maradéktalanul le lehessen folytatni ezekben az eljárásokban. A harmadik programunk pedig az önkormányzatnak van egy energetikai fejlesztési programja, amelyre egy 55 millió forintot nyert az önkormányzat. Ez az I. és Gyula általános iskolának a hőszigetelési programjának a megvalósítása. Erről azt kell tudni, hogy az iskola energetikai korszerűsítése két lépcsőben valósult meg. Vagy pontosabban inkább úgy fogalmaznék, hogy valósul meg. Maga a fenntartó, a Bencés apátság 3 évvel ezelőtt nyert már pályázati forrást arra, hogy napelemekkel lássa el az általános iskolát, valamint az osztálytermeknek a külső nyílászáróit le tudta ebből a pályázati forrásból cserélni, és ennek a programnak pedig az a része, hogy a falazatok hőszigetelését teljes egészében meg tudjuk valósítani, építeni az iskola területén, valamint korszerűsíteni tudjuk a kazánházat, egy sokkal modernebb, kevesebb energiát fogyasztó kazán épül majd, valósul majd meg az iskolába, és azok a nyílászárok, amelyek a korábbi apátsági projektből kimaradtak, az ennek a programnak köszönhetően most majd meg tud épülni, és meg tudnak újulni azok a nyílászárok is. Itt a terv az, hogy a nyári időszakban, amikor a tanítás egyébként is szünetel, szeretnénk ezt az energetikai pályázatot megvalósítani az iskolába.
A visszatérve a Major utcai fejlesztésre, ott a cél pedig az, hogy az aszfaltozási munkálatokat 2019 tavaszára szeretnénk eltolni, azért, mert ez egy nagyon összetett fejlesztési program, hiszen célszerű a Major utcában kicserélni az ivóvízgerinc vezetéket is, hiszen a második legforgalmasabb utcája településünknek, és jelenleg is 20 méterenként sajnos csőtérésnek a nyomai vannak ezen az utcaszakaszon. Tehát megegyeztünk már a Dunántúli regionális vízművel, hogy szeptember közepén, ahogy vége a születi fesztiválnak, nekiállnak a munkálatoknak, várhatóan két hónapon belül az összes házi bekötést és a teljes hosszon a gerincvezetéket kicserélik ennek a projektnek az előkészítéseként, és hogy azért télen tömörödjön az útfelület, ezért csak 2019 tavaszára tervezzük az aszfaltozási munkálatokat. Még egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék kiemelni, és amit ez a sajtótájékoztató anyag nem tartalmaz, hogy menet közben elkezdtük az egyeztetést a társközművekkel is, az EON-nal és a Magyar Telekommal is. Ha már hozzányúlunk ilyen szinten a Major utcához, szeretnénk a légkábeleket is a földbe helyezni, és egy olyan mintautcát szeretnénk létrehozni a településünkön, a Major utca tekintetében, hogy be tudjuk mutatni a későbbi döntéshozóknak, hogy Tihanyt milyen irányba szeretnénk továbbfejleszteni, hogy szeretnénk a közterületeket kialakítani. És azért is a Major utca az egyik legfontosabb célpont ebből a szempontból, mert itt van a Bújtor István szabadtéri színház, nagyon sokan használják ezt az útvonalat a megközelítésére, mellette van a Nemzeti Park látogatóközpontja, amely szintén nagyon sok vendéget vonz, tehát én úgy gondolom, hogy ez is indokolja a Major utca teljes körű felújítását. De azt is hozzá kell tennem, hogy a tervezést mi saját hatáskörből elindítottuk, de ahhoz, hogy ez meg is valósulhasson, szükséges még más egyéb pályázati forrásoknak a bevonása, de bízunk egyébként a szerencsékben, bízunk a szakmai előkészítésben, és abban meg aztán pláne bízunk, hogy egy sikeres projektet tudunk létrehozni a Major utca tekintetében. Köszönöm szépen akkor. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tihany országgyűlési képviselőjeként én is mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök ezen a mai sajtótájékoztatón. Gratulálok a Tihanyi önkormányzatnak, képviselőtestületnek, polgármester úrnak, egyáltalán a tihanyiaknak ezekhez a sikeres pályázatokhoz. Ez egy, úgy ahogy polgármester úr is mondta, egy hosszas és alapos előkészítő munka eredménye, hiszen nagyon fontos az, hogy az előkészítés jó legyen. Itt a tervek, a célok világosak voltak, úgy ahogy polgármester úr utalt rá, a Legenda projekt részeként már sok mindent előre megfogalmazott a település és az önkormányzat, és örök annak, hogy sikeresen pályáztak. Én úgy gondolom, hogy most a startvonalon vagyunk, még nem a célba, de minden esélyünk megvan arra, hogy itt ezeknek az elnyert pályázatoknak köszönhetően ezek a célok megvalósuljanak, és további vonzerőt jelentsenek egyrészt a turisztika szempontjából, másrészt pedig a Tihanyba élők mindennapjait is szebbé tegyék, és vonzóbbá tegyék. Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték szerte a világon, és ma Magyarország biztonságos országnak számít, köszönhetően annak, hogy mi megállítottuk az illegális migrációt, megvittük Magyarország határait, a déli határokat, kerítést építettünk, és és nem engedjük be a migránsokat, mi ettől a tervtől nem fogunk eltérni, vagy ettől a meggyőződéstől, hogy Magyarország legyen magyar, vagy maradjon Magyarországnak, és nem szeretnénk, hogy bevándorló ország lenne. És én köszönetet mondok polgármester úrnak, a Tihanyi képviselőtestületnek, hogy a testület is hozott egy határozatot, hogy nem akar bevándorlás szervező irodát. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos döntés, ezzel is kifejezte azt a meggyőződését, hogy fontos az, hogy Magyarországon, Tihanyba, a Balatonnál biztonság legyen, hogy rend legyen, és azt is, hogy ez a célkitűzés, amit a kormány megvalósít, ez helyes és az ország érdekeit szolgálja. Én úgy gondolom, hogy az ő is önmagáért beszél, hogy ebbe a választókerületbe összesen 33 település hozott, illetőleg szándékozik hozni ilyen határozatot,
Úgy gondolom, hogy ez is kifejezi a felelősség érzetét a településeknek, hiszen nagyon fontosak a beruházások, nagyon fontosak ezek a tervek, de ez mind akkor lesz igazán értékes, hogyha biztonsága van, hogyha rend van a településeken, hogyha a turisták bátran idejönnek, és egyébként az elmúlt évek politikájának köszönhetően azt lehet mondani, hogy Magyarország iránt jelentős mértékben megnőtt az érdeklődés szerte a világba, hiszen Magyarországot világ egyik legbiztonságosabb országának tekintik, és ezt nem mi mondjuk magunkról, hanem a külföldiek, így van. Ezért nagyon sok áldozatot hoz az ország, nagy forrásokat biztosítunk ennek a célnak a megvalósítása érdekében, hiszen úgy, ahogy mondtam, ez adja meg a keretét annak, hogy a Balaton is, mint Magyarország legnagyobb természeti kincse, be tudja tölteni azt a szerepét, amelyet a települések szánnak ennek a nagyon fontos természeti kincsnek, hiszen ma Magyarország a magyar turisták szempontjából, a magyar emberek részére is a Balaton az egyik legvonzóbb turisztikai célpont. Egyre többen vágynak a Balatonra, egyre többen vágynak Tihanyba, és én örülök annak, hogy az önkormányzat ilyen komoly fejlesztési tervekkel rendelkezik, és még másokkal is, amire a polgármester utalt, hiszen vannak függőbe levő ellenvirált pályázatok, és vannak további elképzelések is, hiszen Tihanya Balaton egyik gyöngyszeme, és úgy gondolom, hogy olyan vonzó turisztikai attrakció, amelyet az év bármelyik szakaszába érdemes fölkeresni, és én ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy Tihanyban a szezon az nem júniustól augusztus végéig, vagy közepéig, vagy augusztus 20-áig szól, hanem Tihanyi január 1-től december 31-ig tud programokat, vonzó programokat, látnivalókat kínálni az ide látogató magyar és külföldi turistáknak. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos körülmény. A kormány támogatja ezeket az elképzeléseket, hiszen döntés született arról, hogy több mint 354 milliárd forintot a 2014-20-as ciklusba fordít a Balaton, illetve a térség fejlesztésére, részben uniós, részben nemzeti forrásból. Úgy gondolom, hogy ez a hatalmas szám önmagáért beszél, és ezek a fejlesztések, ezek a elnyert pályázatok, amelyekről a polgármester úr beszélt, ezek mind azt a célt szolgálják, hogy még inkább vonzóbb legyen a Balaton, még inkább vonzóbb legyen Tihany. Egyébként az elmúlt héten Füreden tartottunk Bóka polgármester úrra egy sajtótájékoztatót, szintén elnyert pályázatokról tudtunk számot adni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a Balatonparti települések és a felvidéki települések is és egyaránt fejlődnek, összefognak egyébként, majd lesz egy olyan alkalom, amikor ennek az összefogásnak a pályázati sikereiről is be tudnak számolni az érintettek a jövőt, illetően én úgy tudom, hogy van ilyen szándék. És én azt húznám alá, hogy van, jó tervek vannak, jó helyszínek vannak, jó projektek vannak, és én azt gondolom, hogy mivel Magyarország az elmúlt időszakban jobban teljesít, a magyar gazdaság teljesítő képessége lehet, és a valamennyiünk közös munkája, elmúlt 8 éves munkája lehetővé teszi azt, hogy ezekre a célokra nemzeti forrásokból is többet tudjunk fordítani, egyáltalán a Balatonra, a turizmusra, és én, mint Tihany országgyűlési képviselője, még egyszer gratulálok polgármester úrnak, és azt kívánom, hogy működjünk együtt majd a megvalósításba is, hiszen kezdettől fogva én ismertem ezeket a terveket, elképzeléseket, kölcsönös tájékoztatást kaptam én ezekről a tervekről, elképzelésekről, és végig figyelemmel kísértem, és a megvalósításnál is ezt tudom ígérni, hogy a település mellett leszek, és számíthatnak rám. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm.